Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Kókai Mónika vagyok. Május 10-e van Ármin és Pálma névnapja. 121 évvel ezelőtt ezen a napon született Fred Astaire, világhírű steptáncos, énekes és színész. 60 éve pedig szintén ezen a dátumon látta meg a napvilágot Bono, a U2 zenekar frontembere. Most nézzük a nap legfontosabb híreit, először csak röviden. Egy nap alatt újabb 82 személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét Szerbiában. A járvány halálos áldozatainak száma 215-re emelkedett. Holnaptól már személyesen is lehet ügyeket intézni a rendőrségen. Az óvodák is várják a gyerekeket. Hosszú kényszerszünet után ma ismét misét tartottak a szerbiai katolikus templomokban. A választásokkal kapcsolatos törvények voltak napirenden a szerbiai parlament mai ülésén. Az elmúlt 24 órában még ketten elhunytak a koronavírus fertőzés következtében Szerbiában, és 82 személynél mutatták ki a vírus jelenlétét, áll a covid19.rs oldalon. Egy nap alatt 6059 személyt teszteltek, a járvány megjelenése óta pedig összesen 140.592-t. A koronavírus fertőzés következtében eddig 215-en hunytak el az országban, és 10.114 fertőzöttet tartanak nyilván. Összesen 1380-an szorulnak kórházi ellátásra. 39-en vannak lélegeztetőgépen, míg 3006-an már kigyógyultak a betegségből. Holnaptól már személyesen lehet ügyeket intézni a rendőrségen, valamint az óvodák is újra várják a gyerekeket az egész országban. Emellett egyre több autóbusztársaság is újraindítja községközi járműveit. A megfelelő óvintézkedések mellett lassan visszatérhetünk a rendes kerékvágásba. A kesztyű és a maszk használata pedig mindenhol kötelező. Hétfőn újra nyitnak a hivatalok Szerbiában, az ügyfélszolgálatok a szerb kormány által előírt intézkedések és ajánlások szigorú betartása mellett nyithatnak meg újra. Hétfőtől újra lehet személyesen ügyeket intézni a rendőrségen, elsőbséget élvez a személyi igazolványok kiadása, amelyet elektronikusan, illetve személyesen is lehet igényelni. A lejárt igazolványok a rendkívüli állapot megszűnésétől számított 30 napig érvényesek maradnak. Az útlevelek iránti kérelem esetében pedig azok élveznek elsőbséget, akik külföldön tanulnak, élnek, dolgoznak vagy gyógyászati kezelésekre járnak. Hétfőn újra nyitják a szerbiai óvodákat is, azonban csak is azokat a gyerekeket fogadják, akiknek szülei igazolást hoznak arról, hogy nekik be kell járni a munkahelyükre, a gyermekre pedig nincs, aki vigyázzon. Emellett orvosi igazolásra is szükség van, ami azt bizonyítja, hogy a gyermek egészséges, ami nem lehet egy hétnél régebbi. Május 11-től ismét közlekednek a Szubotica transzközségközi járatai is. Belgrád, Magyar Kanizsa, Török Kanizsa, Orom és Kispiac felé is utazhatnak a polgárok. Két hónapos zárvatartás után ismét megnyitják az utasok előtt a szabadkai autóbuszállomás épületét, illetve két további jegyeladó egység is üzemelni fog. A városi járatok továbbra is a csökkentett szombati menetrend szerint közlekednek majd. Az illetékesek arra kérik az embereket, hogy legyenek türelemmel és viselkedjenek felelősen, járuljanak hozzá a vírus további terjedésének megakadályozásához, az egészség megőrzéséhez. Hosszú kényszerszünet után ma ismét misét tartottak a szerbiai katolikus templomokban. A hívek között 2 méter távolságot kellett tartani, de az is jelölve volt, hogy mely padokban foglalhatnak helyet. Minden hívőnek legalább 4 négyzetméteres teret kellett biztosítani. A miséken maximum 50 fő vehetett részt. A szabadkai kertvárosi templomba csak alapos készfertőtlenítés után léphettek be a hívők, akik már nagyon várták, hogy ismét részt vehessenek a Szent Misén. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a jó Istennek, hogy még meghagyott ebbe az időbe is, és visszatudtam jönni a templomba. Egy borzasztó jó érzés, és hát nem tudom másképp kifejezni a dolgokat, csak így, hogy nagyon jó, hogy újból jöhetünk, és lélekben is, teljes szívvel és lélekkel itt lehetünk, és érezzük az egész mise alatt azt, amit a jó Isten ad nekünk. Ugye a Szentírást olvassuk, én is olvasom a hívek könyörgését, stb. Hát szóval ezt át kell élni, és ezt átbírom most élni, nekem ez egy nagy öröm.
A Szent Misén kötelező volt a szájmaszk viselése, kivéve a papot, a minisztránsokat és a kántort. Az Isten tiszteleten a szokásostól eltérően bólintással kívántak békességet egymásnak a jelenlévők. Nem csak a hívek, hanem a minisztránsok is nagyon várták már, hogy személyesen segítkezzenek a Szent Misén. Már 5 éve minisztrálok körülbelül, és nagyon szeretek minisztrálni, nagyon jó templom ez a miénk, és gondolom, hogy most már itt volt az ideje, hogy legyenek nyilvános szentmisék, mert szükséges ez szerintem a hívők számára nagyon, mert fontos találkozni az Úr Jézussal. A hívek között 2 méter távolságot kellett tartani, jelölni kellett, hogy mely padokba foglalhatnak helyet. Áldoztatásnál az ostját kézbe osztották. Szakály József, a szabadkai kertvárosi katolikus templom plébánosa elmondta, a szentségi találkozás csak a Szent Misén valósul meg, ezért is fontos a hívők számára, hogy személyesen vegyenek részt a miséken. Nagyon örültünk, amikor hírét vettük, hogy a püspök atya engedélyezi a nyilvános szentmiség bemutatását, nyilvános liturgiák celebrálását. Hívek már nagyon várták. Azért hosszúra nyúlt ez a nagy bőjt, ha szabad ezt a kifejezést használni, és most, amikor a húsvéti időszakban kifejezetten húsvéti öröm tölti el a keresztény ember szívét, talán jobban megtapasztaljuk, mit is jelent ez az öröm, amikor újra eljöhetünk az Úristen házába, és itt ünnepelhetjük a szentmisét. A plébános elmondta, amennyiben a járványhelyzet alatt igény mutatkozik rá, akár vasárnap délutánonként is tartanak misét. Elfogadta a köztársasági képviselők megválasztásáról és a helyi választások lebonyolításáról, valamint a lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvény módosítását a szerbiai parlament. Erre a járványügyi helyzet alakulása miatt volt szükség. Maja Gojković, a köztársasági képviselőház elnöke kiemelte, hogy a voksoláson csak az indulhat, aki teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. A választásokat egyébként június 21-én tartják Szerbiában. Ezt korábban Alekszandar Vučić szerb elnök jelentette be. Arról is vitáztak, hogy a közjegyzőkön kívül ezentúl az önkormányzati és városi adminisztrációban dolgozók is hitelesíthessék majd a pártok választásokon való indulásához szükséges támogatói aláírásokat. A képviselők szerint ezt a jelenlegi járványhelyzet is indokolja. Zdravstvenih razloga, ne samo što će veći broj političkih aktera imati šansu da prikupe i overe svoje potpise. Alekszandar Šešej, a szerb radikális párt képviselője elmondta, hogy a választási rendszer valóban változtatásra szorul. Izbornom procesu Srbiji treba da se promeni na bolje. Voljom građana Srbije, odnosno konsenzusom političkih stranaka koje predstavljaju Narodnoj skupštini građane Republike Srbije. Miladin Ševarlić, független képviselő, az ülésről kivonulva bejelentette, hogy éhségsztrájkba kezd, amiért a képviselőtársait nem sikerült meggyőzni arról, hogy vitassák meg Szerbia területi integritásának kérdését. A szerb haladó párt köztársasági frakció vezetője Alekszandar Martinović és párttársa Sandra Božić is éhségsztrájkba kezdtek, ők azonban egy másikokból kifolyólag, Boško Obradović erőszakos megnyilvánulásai miatt. Egyébként a Dveri elnöke is ételmegvonással tiltakozott a parlament előtt. Ő előzőleg azt nyilatkozta, hogy pártja bojkottálja a soron következő választásokat. A szerbiai többszintű voksolás időpontjáról és annak biztonságos lebonyolításáról egyébként még május 4-én egyeztetett Alekszandar Vučić szerb államfő azon politikai pártok képviselőivel, akik addig jelezték a voksoláson való részvételi szándékokat. Szerbia elnöke akkor azt mondta, hogy májusban még valószínűleg nem lehet majd nagyobb kampányrendezvényeket szervezni. Pásztor István, a VMS elnöke, a május elejé egyeztetést követően a Pannoner TV-nek nyilatkozva elmondta, fontos betartani a társadalmi érintkezés aktuális szabályait. Ehhez kell majd alkalmazkodnia mindenkinek. Mi készek vagyunk ezeket az előírásokat, ezeket a szabályokat tiszteletben tartani. A választás folyamán az egészségügyi szakemberek ajánlásait is be fogják tartani. Erről Vladimir Dimitrijevic, a Köztársasági Választási Bizottság elnöke is beszélt a szerb közmédiában. Kiemelte, a helyiségeket szellőztetik majd, betartják az emberek közötti ajánlott távolságtartást, és a maszk, valamint kesztyű viselete is kötelező lesz.
Június 21-én szavazunk a tartományi képviselőház összetételéről is. Az erről szóló döntést Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke írta alá. A politikus arra kérte az embereket, hogy éljenek választói jogukkal és szavazzanak arra a politikai erőre, amelyben megbíznak. A voksoláson induló pártok képviselőitől pedig a jogszabályok betartását kérte, és azt, hogy kölcsönös tisztelettel viszonyuljanak egymáshoz. Újabb 50 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 3263-ra nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában. Elhunyt 8 idős krónikus beteg, ezzel 413-ra emelkedett az elhunytak száma. 933-an pedig gyógyultan távoztak a kórházból, jelentették be az operatív törzs szokásos napi sajtótájékoztatóján. A mai napig elrendelt és hatályban lévő hatósági karanténok száma 10.356, hangzott el a tájékoztatón. Az illetékesek megemlékeztek a mentők napjáról is, amelyen 20 új mentőautó került az országos mentőszolgálat állományába. A szolgálat mindig is felkészült volt a rendkívüli helyzetek elhárítására, szögezte le Csató Gábor, az OMS főigazgatója. Az elmúlt időszak fejlesztései nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy feladataikat a legmagasabb színvonalon tudják végezni, tette hozzá. Bajtársaink eddig 15 ezer fertőzés gyanús, vagy igazoltan koronavírus fertőzött betegnek nyújtottak segítséget. 40 ezer ember járványügyi mintavételét végezték el, amihez 55 ezer védőruhát, FFP maszkot használtak, és több mint 440 ezer pár gumikesztyű fogyott. Mindez alatt 420 ezer kilométert tettek meg bajtársaim csak a koronavírus járvány kapcsán. Ezt el lehet képzelni, ez több, mint a Föld-Hold távolsága. Bajtársaim mindezt hivatástudattal, professzionális színvonalon teszik. Ezzel is minden egyes nap megszolgálva Magyarország lakosságának a bizalmát. Már 338 vállalat jelezte a magyar kormánynak, hogy beruházást hajtana végre a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásának visszaszorítása érdekében. Összesen 162 milliárd forintnyi értékben, közölte a magyar külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter azt mondta, így összesen 62 ezer munkahelyet lehetne megvédeni. Tárcája három hete indított közös programot a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel. Azoknak a vállalatoknak a beruházásait támogatják, amelyek vállalják munkahelyek megtartását. Világossá vált, hogy a világjárvány nem csak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is, és bár az első számú feladata az emberi élet védelme, a negatív gazdasági hatások kezelése is az államok felelőssége, mondta Szijjártó Péter. A tárcavezető úgy vélekedett, hogy a járvány után minden meg fog változni a világgazdaságban. Teljesen új verseny indul, új szereplőkkel, a gazdaságok sikeressége pedig attól függ majd, hogy milyen rajtpozíciót tudnak felvenni. Világszerte több mint 4.145.000-en fertőzöttek meg a koronavírussal. A halálos áldozatok száma csak nem 282 ezer a gyógyultaké, pedig megközelítőleg 1.460 ezer. A legtöbb halálos áldozatot továbbra is az Egyesült Államokban tartják nyilván, ahol 80 ezeren vesztették életüket a betegségben. Európában továbbra is Spanyolország számít a járvány kúcspontjának. 265 ezer fertőzött, 26.600 halálos áldozatról és 176.000 gyógyultról tudni. A spanyol egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy az országban a hét minden napján mintegy 2000-rel nőtt a gyógyultak száma. Az angliai adatok pedig megközelítik az olaszországi adatokat. A fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban és Olaszországban is meghaladta a 219.000-et. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Esőre várnak a gazdák Vajdaságban. Ha rövid időn belül nem lesz kiadós csapadék, akkor komoly terméskieséssel lehet számolni. Egyre több a kullancs a természetben. Aki kirándul, az legyen óvatos.
tragikus hírekkel folytatjuk. Egy 22 éves fiú lehet a Leskovácsi családi gyilkosság elkövetője. A dél-szerbiai városban a tragédia ma délután kicsivel 15 óra előtt történt. M.I. állítólag megölte fiatalabb lány testvéreit, az egyik húga csupán 12 éves volt, valamint az apjával és a terhes mostohaanyjával is végzett. A fiú állítólag baltával követte el a gyilkosságokat. Meghalt egy mindössze 40 napos csecsemő Martonoson. Édesanyja figyelt fel rá, hogy gyermeke semmilyen életjelet nem mutat. A család jelentette az esetet a Magyar Kanizsai rendőrségen. A baba halálának pontos oka egyelőre ismeretlen. A szabadkai felső ügyészség boncolást rendelt el az üggyel kapcsolatban. A gyermek testén nem voltak bántalmazásra utaló nyomok. A nagykikindai rendőrség megerősítette a tragikus esemény, de egyelőre részletes tájékoztatást nem adtak ki az üggyel kapcsolatban. Belefulladt a Zlatári tóba egy 16 éves fiú. A Nova városi fiatalember holttestét ma húzták ki a tóból a búvárok, vélhetően tegnap fulladt bele. A hatóságok nyomoznak annak érdekében, hogy kiderítsék a tragédia körülményeit, amely a Nova városnál található Kókinobrdónál történt. Nem hivatalos információk szerint a fiú két barátjával ment le a partra, majd úgy döntöttek, hogy megfürödnek a tó hideg vizében. Esőre várnak a gazdák Vajdaságban. A csapadékra nem csak az őszi vetésű gabonáknak van nagy szüksége, hanem a tavasszal földbe került kultúráknak is. A szárazság jelei már most is megmutatkoznak a földeken. Ha hamarosan nem érkezik jelentősebb eső, akkor komoly kieséssel kell számolniuk a gazdáknak. Már a múlt héten megérkezett a csapadék, ez igen kevésnek bizonyult. A talaj továbbra is porzik. A 15 liternyi eső a kalászosokat és a napraforgót, illetve a kukoricát sem mentette meg. A kalászosoknál nehezítő körülmény azonban az, hogy a téli csapadék is elmaradt. A felsőhegyi Kalmár Zsolt 20 hektáron termel kalászos növényeket, csak nem 15 hektáron árpát, a további 5 hektáron pedig búzát. Véleménye szerint az árpa sokkal jobban átvészelte az asszályt, mint a búza, azonban így is jelentős terméskieséssel kell számolni a gazdaságuknak. Én úgy vettem észre, ahol repce volt az elővetelményet, jobban törik a szárazságot, nem tudom, hogy miért, ahol viszont kukorica vagy napraforgó, ott nagyon rossz a helyzet. Bata László közel 50 holdföldterületen termel, ebből 10 hektáron kukoricát és további 10 hektáron napraforgót. Elmondta, hogy még jó állapotban vannak ezek a kultúrák, de nagy szükség lenne az esőre. Nekik volt épp a tavasszal egy annyi csapadék, hogy mint ahogy itt a táblán is látszik, hogy szép a növényzet, de viszont a nedvesség nagyon hiányzik, tehát a talaj az nem kell elég, és nem tudni, hogy meddig fogja tudni tartani ezt az állapotát a kukorica is és a napraforgó is. A termelők úgy vélik, hogy a kalászos növények idei hozama nem fog rekordot dönteni. Azonban, ha hamarosan nem érkezik meg a rég várt csapadék, akkor jelentős csökkenést fog okozni a kapás növények termésében is. Egyre több a kullancs a természetben. Az enyhe télután ugyanis a mostani meleg időjárás is kedvez a parazitának. A szakemberek szerint fontos védekezni a kullancsok ellen, mivel az emberre is ártalmas kórokozókat hordozhatnak. A kullancscsípés ellen a legjobb módszer a megelőzés. Ezt az elvet követi Molnár József is, aki horgászként, valamint családjával együtt is sok időt tölt a természetben. Kullancsok voltak is, meg szerintem lesznek is, mert a mai időkben nem úgy permeteznek, vagy nem olyan permetszerre, amilyennek öllene, és akkor szaporodnak. Tehát vannak, jelen vannak, köztünk vannak, hát a spreje, szúnyogspreje az a legjobb védekezés ellene. Vagy van az a kenyő, és akkor avval.
A védekezés ellenére megeshet azonban, hogy mégis kullancsot találunk magunkon. Dr. Pajor Margit általános szakorvos szerint a vérszívó eltávolítása nagyon egyszerű folyamat, azonban fontos, hogy ezt megfelelően csináljuk. Célszerű szakemberhez fordulni a kullancs eltávolításával, azonban nagy odafigyeléssel saját magunknak is eltávolíthatjuk. A bőr felszínén, közvetlenül a bőr felszínén a kullancs nyakánál kell egy erre megfelelő csipesszel megfogni a kullancs nyakát, és erőteljes, de nem rángató, húzással és enyhe csavarással az óra mutató járásával ellentétben kihúzni a belefúródott csápokat és a fejét. A kullancs csípés lehet felelős egyebek mellett a Lyme-kór kialakulásáért is. Amennyiben volt már kullancs a bőrünkön, akkor az érintett felületet legalább 30 napig figyelni kell, mert ennyi a lappangási ideje a kórnak, és ha valamilyen elváltozást észlelünk ez idő alatt, akkor azonnal szakemberhez kell fordulni. Tűz volt tegnap kora este a Péterváradi várnál. Információink szerint a tűzesetben személyisérülés nem történt, és a várban sem keletkezett anyagi kár. A lángokat a tűzoltók fékezték meg. Még vasárnap délelőtt is füst szállt fel a leégett területről. A járókelők szerint a tüzet vélhetően egy eldobott cigicsik okozhatta, ami lángra lobbantotta az alnövényzetet. Bilo prethodnu noć jako puno smeća, pošto se omladina skupila, pa su možda malo se provodili, pa pobacali, pa došlo do cigare i stvaranja požara. A sem toga ne znam, ne vjerujem da je namjeran požar, da se desio. Nepažnje je u pitanju, neko je prošao, bacio čik, trava je narasla visoko, juče je bio topao dan. Osuva trava gori i tako. To se dešava vrlo često. Ne znam koliko je opasno, nikad nije ugrozilo tvrđevu zbog bedema, ali inače osnovno je što su ljudi nepažljivi. A járókelők hozzátették, a hasonló balesetek nem ritkák, főként a mostanihoz hasonló szárazságban. A szárazság pedig tovább tart, holnap is marad a maihoz hasonló koranyári időjárás. A napi csúcsértékek elérhetik a 30 fokot. Csapadékra sehol sem kell készülni Vajdaságban. Kedhajnalban markáns hidegfront érkezik, ami 15 fokos hőmérséklet visszaesést eredményezhet. Az előrejelzések szerint azonban eső nem sok lesz. Futózáporok csak elvétve áztathatják a földeket, így az aszály tovább fokozódik vidékünkön. Szerdától a jövő hét végéig 20 fok körüli napi maximumokra készülhetünk, elszórtan, kisebb záporral, zivatarral. Győzelemmel tért vissza a futballpályára a Ferencváros. A zöld-fehérek felkészülési meccsen 4-1-re verték az NB1-ben frissen feljutó MTK csapatát. Az edzőmeccset a Fradi bomba formában kezdte, és fél óra leforgás alatt 4 gólt lőtt az MTK kapujába. Lodiko, Svarka, Boli és Botka is betalált. Az MTK egyetlen gólját Baki szerezte a második félidő elején. A tervek szerint május 23-án a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzéseivel folytatódik a magyar labdarúgó idény. Az OTP Bankliga pedig május 30-án a 26. fordulóval kezdődhet újra. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Egy nap alatt újabb 82 személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét Szerbiában. A járvány halálos áldozatainak száma 215-re emelkedett. Holnaptól már személyesen is lehet ügyeket intézni a rendőrségen. Az óvodák is várják a gyerekeket. Hosszú kényszerszünet után ma ismét misét tartottak a szerbiai katolikus templomokban. A választásokkal kapcsolatos törvények voltak napirenden a szerbiai parlament mai ülésén. Köszönjük figyelmüket! További hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Vigyázzanak magukra! A viszontlátásra!